Sziasztok! Ebben a videóban megmutatom, hogyan tudtok saját receptet csinálni. Szoktak olyat csinálni egy parancsos szerkezetekhez, hogy pár tárgyat ki kell dobni, és az fogja nektek odaadni, vagy lecraftolni azt a tárgyat, amivel végig is lehet valamit kezdeni. És ebben a videóban megmutatom, hogy hogyan lehet ezt csinálni. Természetesen többféleképpen én egy módszert mutatok. Fog kelleni ehhez egy ismétlős kommandok, meg egy ilyen chain, egy ilyen láncos command block, láncolt, vagy nem is tudom. Az egyik a repeating command block, a másik pedig chain command block, így ezekkel a parancsokkal lehet lehívni. Elmondom az elvet. Három része fog tagolódni a rendszer. Az első részben tageket osztunk tárgyakra, amik kellenek a recepthez. Mondjuk legyen a recept kőből, meg fából lehet vele csinálni mondjuk földet. És akkor a kőre, meg a fára, ezekre a tárgyakra rakunk taget. A második körben pedig azt fogjuk ellenőrizni, vagy a második részben, hogy ezek egy blokkon vannak-e. Ha igen, akkor lerakja a földet, és a harmadik részben pedig megcsináljuk, hogy kitörölje azokat, amikből craftoltuk. Tehát, hogy ne maradjon ott a kő meg a fa. Szóval lerakok egy ilyen lilát, és ebben megírjuk azt, hogy scoreboard, players, tag. Itt meg lehetne adni, hogy a selector nagy tárgy legyen, de igazából fölösleges, mert itt az MBT résznél úgyis csak a tárgynak van item tagje, úgyhogy nem fog véletlenül mondjuk egy farkas ilyen taget kapni, mert annak nincsen ilyen tagje. Igen, ez most a kő, ugye itt van, hogy kó, ékezeteket a biztonság kedvéért nem használok, tehát rárak egy kó taget arra, amelyik stone, és ezt az onground 1b, ez azt jelenti, hogy a földön is van, tehát a levegőben még ne craftolódjon, csak ha már leesett a földre. Szóval, hogyha földön van, és kő azonosítója van annak a tárgynak, akkor kap egy kő teget, illetve kó teget. Átnyitom always active, red done. Aztán a másik a fa. Ez ugye nagyon hasonló, csak fa teget rakok rá, és azt nézem, hogy ez planks. Itt lehetne még így ellenőrizni a damage-et, hogy pontosan melyik deszka, mert van többféle, sőt a kőnél is ugye. Ezzel most itt lesporolom, és hát ugyanúgy odaírtam, hogy on ground, tehát hogyha már a földön van. Aki nem érte ezt a parancsot, hogy mi ez a tag dolog, nem olyan rég csináltam róla a videót, nézze meg. Tehát most, hogyha kidobok egy követ, vagy egy deszket, akkor azok taget kapnak, már hogyha földre értek. Meg is tudom mutatni, írok gyorsan egy test fort, így keresem azt az entitást, aminek van code tagje, megnyom, hát most nincs semmi. Most kidobom, és megtalálta. Ugyanezt fával is eljátszhatjuk, átírom ezt fára, tök jó, tehát működnek ezek a parancsok, ideig jó. Most jön az, hogyha egy blokkon vannak, akkor legyen belőlük egy tárgy. Ezt úgy csináljuk, hogy a code-tag taggel rendelkező entitással lefuttatjuk a vele egy blokkon lévő fa taggel rendelkező entitással, hogy idézzen meg egy tárgyat. Tehát, hogyha csak fánk van, akkor nem fog semmi történni, mert nincsen kő, ami lefuttatja vele azt a summon parancsot. Ugyanis fordítva, ha csak kövünk van, akkor nincs fa, aki lefuttatná azt a summon parancsot. Tehát így tudjuk egy parancsban tulajdonképpen azt ellenőrizni, hogy mindkét tárgy ki van dobva és egy blokkon is vannak. Na, mutatom. Azt mondjuk egy új sorba, hogy kicsit átláthatóbb legyen, de persze lehetne ide folytatni tovább mellette. Szóval execute, kőteggel rendelkezővel lefuttatom azt, hogy aztán még egy execute, tehát a kővel lefuttatok egy execute-ot. Ez ilyen execute-ception. Szóval lefuttatom a kővel az, hogy a fateggel rendelkező entitás, aki a rajta lévő blokkon van, na ezt úgy lehet tesztelni, hogy dx, dy és dz az nulla. Na mondom, hogy ezek mik. Ugye van az R, azt valószínűleg sokan ismeritek, hogy ha azt írjátok, hogy R egyenlő 2, akkor egy adott helytől, mondjuk így, ettől a helytől kettes sugarú körben lévő dolgok. Illetve nem kör, hanem gömb. Na ez a DX, DY, DZ, ez nagyon hasonló, csak ez blokkokat néz. Tehát, ha én mondjuk azt írom, hogy DY egyenlő 1, az azt jelenti, hogy az Y tengely mentén tőle egyel lévő, tehát az ugye a függőleges tengely, tehát ha mondjuk ehhez a helyhez képest mondom, akkor az ez a hely, ez van fölfelé egyel fölötte. Tehát ha nullákat írok neki, akkor az a blokk lesz. Ha R nullát írok, az azért nem jó, mert az akkor pontosan annak a helynek kell lennie, tehát úgy annyira pontosan, hogy század, tized, ezred, milliomod, tizedes egy pontosságra ugyanott kell lennie, mint hogyha oda teleportált volna, viszont ugye egy blokkon belül hát lehet több helyre is dobni. Az R1 az meg azért nem jó, mert az meg ugye túl nagy. Úgyhogy ezzel a DX, DY, DZ-vel lehet tök jól ellenőrizni, és ugyanígy, hogyha egy ilyen területet akartok ellenőrizni, ezekkel a tagekkel tök jól lehet.
Ugye ha R-t használtok, akkor az mindig egy gömb lesz. Viszont ezekkel, ez már három szám, három dimenzióba tudjátok módosítani az alakzatot, tehát nem csak egy gömbnek a sugarát adjátok meg, hanem akár mondjuk egy ilyen téglatestnek a területét is tesztelhetitek. És ha nullákat írtok, akkor az pontosan ugyanaz a blokk lesz. Jó, tehát lefuttatom a kővel, hogy futtassa le azzal a fával, aki pont azon a blokkon van, hogy, és akkor most jön a summon item, idézem meg egy dirtet. És rakok is rá egy teget itt, ez azért kell, hogy ennek segítségével pusztítsam majd el a követ és a fát. Nem mutatom is. Mikor felvétel előtt megépítettem a rendszert, hát természetesen kipróbáltam, hogy ne ott derüljön majd ki, hogy mit gondoltam rosszul. Szóval amikor kipróbáltam, ki tudtam belőle azt hozni, hogy ledobtam a követ, hozzádobtam a fát, és tudtam olyan távolságra dobni, hogy leidézte a földet, de a követ nem törölte ki, csak a fát. Ezért írtam hozzá egy olyan parancsot, ami mindig összeteleportálja az egymáshoz közel lévő tárgyakat, és akkor így tuti nem marad meg semmi a receptből, minden tárgyat el fog pusztítani. És ez úgy néz ki, hogy lefuttatom a tárgyakkal, execute type item, hogy teleportáljon a legközelebbi entitás, az a saját maguk, ők maguk teleportáljanak, az ugyanazon a blokkon lévő, tehát látjátok DX, DY, DZ0, ugyanazon blokkon lévő legmesszebb tárgyhoz, itt van egy type item. Tehát, hogy még azon a blokkon van, de a lehető legmesszebb. Ez azért fontos, mert hogyha ez nincs itt, akkor saját magukhoz teleportálnak, tehát meg sem mozdulnak. Ha C1-et írok, azaz a legközelebbi, az szintén saját maga lesz. Ezt átadom Always Active, és akkor megmutatom. Júj! Elkezdte gyártani a földet. Akkor inkább földet dobok ki. Így. És akkor ugye mindig odaugrik. Ezután jöhet a kill parancs. Lefuttatom így a new taggel rendelkező tárgyak, ugye amit most, ez ugye a föld lesz, amit most idézett le a fa. Hogy ölje meg a nem new taggel rendelkező, ezt így lehet megfordítani, hogy egy felkiáltóját írtok elé, nem new taggel rendelkező tárgyakat, tehát ne bármi, csak a tárgyakat, amik azon a blokkon vannak. Ez ugye nem teljesen pontos, mert mi van, ha én közben odadobok egy kardot, akkor nyilván azt is el fogja pusztítani. Ezt úgy lehetne pontosítani, hogy mondjuk teget rakok azokra, amik keletek a recepthez, vagy megírom minden egyes tagre a kill parancsot, tehát hogy ölje meg a kót is, meg a fát is. Most az egyszerűség kedvéért csak így csináltam. De hát nyilván lehetne ezt még pontosítani, csak én most nem szórakozok vele. Meg hát egyébként is nem valószínű, hogyha mondjuk ez egy kalandpályán van, akkor a játékos csak úgy dobálja a tárgyakat, és akkor véletlenül elcraftolja a fontos cuccokat is. De persze az a legszebb, hogyha erre is fölkészülünk. Na, és az utolsó, hogy elveszük ezt a taget, hogy ne legyen rajta örökké ez, hogy nyúl, különben amit oda dobálunk, ugye azt így folyamatosan ki fogja nyírni. Az meg ugye egy egyszerű players tag remove lesz. Ennyi. És akkor mostantól, hogyha kidobok egy követ, meg egy fát, jaj, azon a föld is vettem, de ott volt, akkor egy föld lesz, kicsit messzebb megyek. Hogy... Ja, igen, a másik igen, ugye összesztekkelődik, a darabszámot sem nézem, tehát simán meg lehet azt csinálni, hogy itt kidobok egy rakás fát, aztán egy kővel elcraftolom egy darab földért, ezeken is ugye lehetne pontosítani, hogy beleírjátok, hogy count, stb. Ebben most nem megyek bele. Meg hát lehetne ezt a földet idézőjelbe földíszíteni, adni neki nevet, meg ilyesmi, hát azt nyilván ide kell írni, hogy itt van, hogy ugye egy darab föld, tag, kettős pont, szögletes zárója, és akkor ide jönnek ugye a tártegek, amit give-nél szoktunk beírni, például a név, az ugye a display-en belül van. Display, és akkor a név, és akkor most már ilyen átnevezett földet fog adni. Természetesen ezt nem csak két tárgyal lehet eljátszani, úgyhogy még egy gyors bővítést bemutatok. Mondjuk ezt a parancsot másolom, az a leggyorsabb, ide beillesztem, és akkor ne fa kelljen hozzá, hanem mondjuk gyémánt. Arra meg mondjuk rakok diamond taget, hogy egyszerűbb legyen. Ide is azt írom, hogy diamond. Oké, ugye ezt a parancsot kell még kibővíteni azzal, hogy itt most úgy van, hogy a kő a vele egy blokkon lévő fával futtatja le, ezt még az annyival kiegészítem, hogy a fa a vele egy blokkon lévő gyémánttal futtatja le. Úgyhogy ezt a részt, ezt az execute részt itt kimásolom,
kijelölni úgy tudtok, hogy oda kattintotok valahova, lenyomod a shiftet és a nyilakkal így lépkedsz, ha kontrollt nyomod közbe, akkor meg így space-enként fog ugrálni. Úgyhogy ilyen shift-control nyilla lesz, ilyen gyorsan ki tudom jelölni, így, Ctrl-C, ide fogom, Ctrl-V, és akkor ezt a fát átírom Diamondra. Enter. És akkor most már kevés, hogyha kidobom a fát, meg a követ. Most már kell hozzá gyémánt is. Puff, és ott van. És kaptam egy földet. Természetesen több receptet is lehet csinálni. Ugye akkor ide rakok le egy blokkot, és egy ehhez hasonló, ami az elsőben execute-ot írok, azon is legyen rajta a new tag, hogy pusztíts el ugye azokat, amiből craftoltuk. És ennyi lenne az egész. Természetesen a parancsok ott vannak a leírásban, csak ki kell másolni, és hát használjátok egészséggel. A kézikönyv óvjon!